Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, itt a szülővárosomban, Szarvason. Itt vagyunk a Benka Gyula Evangélikus Iskolának a folyosóján. Nagyon sok kedves emlékem fűződik ehhez a helyhez. Szerintem azáltal, hogy mi hittant tanulunk, azzal nem csak az általános ismereteinket bővítjük, hanem lehetőséget kapunk arra, hogy a hitünket is képítsük. Világos értelmünket, fogok kezedbe kezünket, vonom magadhoz szívünket. Amen. Ha valami nem úgy sikerül, mert vannak az életben hullámvölgyek, elég sok. Ha véletlenül éppen egy völgyben vagyunk, akkor van hova kapaszkodni. Ezen a képsorozaton pont rajta van az egyik kedvenc darabom, a Kalandon a családerdőben, ahol volt szerencsém a főhőst alakítani. Voltam vak, süket, néma, úgyhogy nagyon színes szerep volt. Én nagyon nagy szeretettel jövök ide vissza, jó érzés, mert tényleg úgy érzem, hogy egy család fogad ide engem vissza. Ez nem volt nekem, mint egy otthon. Ez itt a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, ahová 4 évig jártam. Illetve hivatalosan csak 2 évig, mert a másik 2 a pandémia miatt otthon töltöttem. Amit én a gimiben megtanultam, az, hogy nem a társaimnak akarok megfelelni, hanem magamnak és Istennek. Amikor dolgozat előtt egy röpke imát sikerült elmondanom, akkor mindig jól sikerül. Persze ez nem csak Istenem múlik, hanem nagy rész rajta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Ez az atlétika versenyünk után készült ez a kép. Ez vagyok én. Itt még fura volt a hajam, nem tudom, felismerhető egyébként. Röplabdáztam is, úgyhogy ezen a képen elvileg rajta kéne, hogy legyek, csak pont lebetegedtem a versenyre. Itt vagyunk a Szarvasi Evangélikus Ótemplom előtt. És hogyha egy másik városból, vagy esetleg külföldről hazaérkezem, és ezt a tornyot meglátom, akkor már biztosan érzem, hogy itthon vagyok. Ez a városnak az első számú nagy evangélikus temploma, és kezdettől fogva a szívemhez nőtt, mert tulajdonképpen itt nőttem föl. Apukám a billentyűs, anyukám játszik basszusgitáron, én pedig dobolok. A könnyű zenével igazából a fiatalokat próbáljuk megfogni, és úgy tűnik sikerül, mert szeretik. Megérkeztem az egyik legfontosabb helyszínre az életemben, mégpedig egy lovardába. Sumák! Szia! Az állatok ugye Isten teremtményei, ráadásul olyan teremtményei, amikben az a tiszta ártatlanság lapul, tehát bennük ugye nem lehet látni a rossz indulatot. Húvreg kiválasztott magának. Örök barátom. Szeretnék Isten közelébe maradni. Ez ugye vagy a hitoktató, vagy az is lehet, hogy a katekéta szak után még elvégzem a levelező lelkészit. Amit biztosan tudok, hogy szeretnék ide visszajönni. És hogyha lelkész is lennék, akkor ebben a templomban szeretnék szolgálni, mert szerintem az úgy kerek történetet adna az életemnek, hogy ahonnan indultam, oda térek vissza.